Dweck Diana, szülésznőgyógyászakorvossal beszélgettünk az emlőrák szűrés fontosságáról. Október hónapa, amelyre elleni küzdelem hónapja. Ennek kapcsán beszélgetünk az emlőrák szűrésről, annak fontosságáról. Dweck Diana, szülésznőgyógyászakorvossal. Köszöntöm Önt, tehát akkor kicsit beszéljünk erről a szűrésről, miért is fontos ez. A mammográfia, mint népegészségügyi szűrés, amiatt bír jelentőséggel, mert egy nagyszerű lehetőség egy olyan daganatnak a időben való kiszűrésére, ami megmutatja magát. Ugye van számos olyan daganat, amit nagyon nehéz észrevenni, mert egy eldugott helyen van, későn ad tünetet, vagy későn okoz panaszt. Ez viszont egy olyan helyen levő daganat, ami egy megfelelő vizsgálati modalitással viszonylag korai stádiumban kiszűrhető. És amiatt fontos az emlődaganatnak a szűrése, mert hogy a nőket sújtó daganatok közül igen előkelő helyen szerepel az emlődaganat, tehát hogyha egy nő daganatos, akkor nagy valószínűséggel emlődaganata lesz. Ami viszont jó hír, az, hogy pontosan a korán kiszűrt esetek miatt egyáltalán nem tartozik azok közé a daganat, vagy hát nem feltétlenül tartozik azok közé a daganatok közé, amivel kapcsolatos diagnózisnak a kimondása az ilyen mindenféle halálos rémképeket gerjeszten az ember. Magyarul, most ezt átfogalmaznám, ez azt jelenti, hogyha időben észreveszük ezt a daganattípust, akkor nagyon jó eséllyel egy gyógyítható stádiumban sikerül elcsípni a daganatot, és nem késői stádiumban. Ez a lényege a mammográfiás szűrésre való rendszeres járásnak, ami a népegészségügyi szűrés keretében 2 évente biztosított 45 és 65 év közötti nők számára. Ezt általában behívó rendszer keretében történik, tehát ahogy egy nő betölti a 45. életévét, kap egy behívót, és akkor ennek kapcsán el is lehet menni a területileg illetékes szűrést intéző szakrendelőbe, és ott ez megtörténik, de ez nem azt jelenti, hogy csak 45 és 65 éves kor között lehet járni, tehát hogyha valaki betöltötte 65-öt, utána tovább lehet folytatni ezt a szűrési frekvenciát, annyi a különbség, hogy akkor már beutalót kell kérni házi orvostól, nőgyógyásztól. Ugye ettől a kortól hívnak úgymond be, de egyébként ő hamarabb is ajánlott az ilyen szűrés, vagy hogyha már tapasztalunk úgymond csomót, akkor mi a teendő? Így van, hogyha valakinek panasza van, akkor azt mindenféleképpen érdemes jelezni házi orvosnak, szintén, illetve a nőgyógyásznak, akár fájdalom, akár csomó, akár nyirokcsomót tapint valaki a megfelelő nyirokrégióban, ami ugye általában a hónaj. Akkor, hogyha ezt jelzi az orvosának, akkor ad egy beutalót, és akkor így extrán is lehet mammográfiát, illetve szükség esetén emlőultrahangra is sor kerül ezekben az esetekben, illetve akkor érdemes korábban elkezdeni az emlőrák szűrésre járást, hogyha valakinek a családjában, a közvetlen fölmenő ágon van egy ilyen jellegű terheltség, tehát emlődaganat, petefészek, rák halmozottan előfordul, akkor fölmerül annak a valószínűsége, hogy ennek genetikai háttere van, az többek között abban is megnyilvánulhat, hogy fiatalabb korban jelentkeznek ezek a betegségek. Ebben az esetben érdemes hamarabb elkezdeni ezekre a szűrésekre járást, vagy át a konkrétan a mammográfiára. Mennyire nyitottak egyébként a nők erre? Mennyire lehet őket, hogy menjenek ilyesmikre? Az én tapasztalatom szerint természetesen tökéletesen vegyes a kép, tehát van, aki nagyon szinte kényszeresen odafigyel erre a dologra, és ha már egy hónap eltelik, ugye ez egy ilyen két évente ismétlődő rituálé, hogyha már egy hónap eltelik a két év után, akkor már nagyon ideges, hogy akkor már mikor küldik a behívót. De sajnos az ellenkezőjére is van példa, hogy az illetőnek potyognak be a postaládájába a meghívók, és nem mozdul rá erre a történetre, ami azért sajnálatos, amit már az előbb elmondtam, hogy van egy viszonylag könnyen szűrhető daganat, ami relatíve kis kellemetlenséggel jár, két évente cserébe viszont nyugodtan alszunk. Eléggé szertágazó kifogásokkal szoktak jönni a pácienseim, amikor megkérdezem, hogy és akkor miért nem szeretne elmenni mammográfiára, ugye az el szokott hangzani az, hogy nem tapasztalok semmilyen panaszt,
egy ilyen speciális mozdulat keretében szokták ezt mutatni, tehát magyarul az önvizsgálatot valamilyen formában végzik, ami nagyon dicséretes, de ugye a mammográfiának pont az lenne a lényege, hogy amit az ember még nem tud kitapintani saját magának, azt a nagyon kis picike elváltozást a mammográfia már meg tudja mutatni. Tehát hamarabb, egy lépéssel korábban föl tudja már hívni a figyelmünket arra, hogy itt gond van magyarul. Amikor már az embernek panasza van, természetesen akkor is van funkciója a mammográfiának, de nem mint szűrővizsgálat. Tehát a szűrővizsgálatnak pont ez a lényege, hogy még az égvilágon semmi panaszom nincsen. Akkor ugye arra szoktak hivatkozni a lányok, asszonyok, hogy miért nem mennek el, hogy ez milyen fájdalmas vizsgálat, amivel kapcsolatban nem tudom azt mondani, hogy egyáltalán semmilyen fájdalom nem társulhat hozzá. Tehát el tudom képzelni, hogy valakinek főleg bizonyos menstruációs ciklus fázisban esetleg fájdalmas ez a dolog. De ugye erre mondtam azt, hogy viszonylag kicsi kényelmetlenség, egyszeri kényelmetlenségért cserébe nyugodtan alszunk. Tehát, hogy én azt gondolom, hogyha mérlegre rakjuk ezt a két dolgot, az, hogy most egy kicsit fáj, vagy még egy-két napig fáj, mondjuk a mammográfia után, amit mondjuk egy-két embertől hallok, tehát a többségnek csak ott aktuálisan kellemetlen, vagy még ott sem, és a mérlegnek a másik serpenyőjébe pedig berakjuk azt, hogy milyen kellemetlenséggel jár az, hogyha egy előre haladott stádiumú emlődaganatot találnak valakinél, akkor a kettő természetesen nem összehasonlítható. Jó, úgyhogy ezt üzenem mindenkinek, aki még vonakodik, hogy vállalja be ezt a kellemetlenséget cserébe azért, hogy ne későn fedezzék föl az emlődaganatát, hogyha véletlenül az alakul ki neki. Ugye az önvizsgálat is nagyon fontos, hogyan is tudjuk ezt helyesen csinálni, hogyan is van ez? Oké, szerintem számtalan ilyen internetes portálon ezt az ember, hogyha utána keres, akkor rátalál, de a lényeg az, hogy különböző pozícióban, tehát álló vagy ülő pozícióban, illetve fekvő pozícióban, fölemelt karral, leengedett karral, mind a két emlőt szépen körben végig érdemes tapogatni, az emlőbimbókat megnyomni, hogy préselődik-e belőle ki valamilyen válladék, illetve a hónai területet is áttapintani, hogy esetleg valamilyen nyirokcsomóra emlékeztető dolgot talál benne az illető. És ennek a dolognak nem az a lényege, hogy az ember egy évben egyszer ezt így megcsinálja, és akkor mindenféle érdekes dolgot tapint. A lényege az, hogy havonta rendszeresen végig tapintja, és hogyha valamiféle változást érzékel, az, ami számunkra kórjelző, és ez az, ami nagyon, nagyon szokott működni. Tehát, hogyha valaki ilyen módon fedezi föl azt, hogy van valamilyen eltérést, akkor szintén sokkal előrébb tud járni, mint az, aki nem csinál önvizsgálatot, vagy évente egyszer a nőgyógyásza átvizsgálja az emlőit, tehát ennél sokkal többet ér a rendszeres önvizsgálat. Az október 23-ai városi megemlékezést tekinthetik meg a következőkben. Elindultam szép az ámból, éres kis Magyarországból. Visszanéztem fél utamból, szememből a tönnyi csúrdó. Visszanéztem fél utamból.
Október 23. Valami nagy, nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek. Ráhányni mindent, ami antik, ócska, csorbát, töröttet, s ami új meg épp, gyermekjátékot. Ó, boldog fogócska! S rászorni szorva mindent, ami szép. Dalolna forró láng az égig róla, s kezén fogná mindenki földiét. Valami nagy, nagy tüzet kéne rakni, hisz zuzmarás a város, a berek, fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni, és rakni, adjon sok-sok meleget, azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni, hogy fölengednének az emberek. És megrakták, ott az ország szívében, Pesten, a pesti srácok lángragyult szívvel meneteltek, barikádokat emeltek, s kiáltották, éljen a szabadság! S mondták, a himnuszt énekelték, úgy indultak a puskatűznek, s a könnygáz meg a tűzzel telték sem riasztotta vissza őket. Csorgott a könnyük, talán sírtak, csorgott a vérük, belehaltak. Diákok voltak, s ők csinálták a dicsőséges forradalmat. Yeah.
Tisztelt ünneplő közösség! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepének megemlékezésén. Mi volt ez az 56? Ahogy a versben hallottuk, diákok csinálták a forradalmat. Mislei Emese élt 13 évet. Mansfeld Péter élt 15 évet. Gyermekek, ott Pesten, akik az orosz tankok elé meneteltek, barikádokat emeltek, hogy éljen a magyar szabadság. Vajon ma van-e ilyen bátor gyermek Magyarországon? Megvédené-e a hazát? Van-e akkora hazaszeretet bennünk, hogy tiszteljük őket és követjük, mert példák nekünk? Október 23-a. Nem csak a zászlójukat ki, hanem a magyar lélek is. Nem csak a zászlóból vágták ki azt az idegen címert, hanem a magyar lélek is megelégelte, hogy olyan dolgokat tegyenek vele, ami nem az övé, ami nem tartozik a történelméhez, a múltjához, a gyökeréhez, az értékeihez. Itt nem messze tőlünk, Szegeden kezdődött, amikor is megalakult a MEFESZ, a Magyar Egyetemisták Főiskolások Országos Szövetsége, akik 16 pontban kiáltották ki, hogy mit kíván a magyar nemzet, hasonlóan 48-hoz, március 15-én. Ahogy a Bibliában meg van írva, Dávid küzdött a nagy Góliáttal, s valóban, ott Pesten a 14-15 éves gyermekek köveket szedtek. Felszedték a pesti utcai köveit, s azokból emeltek barikádokat a tankok ellen. Dávid is köveket gyűjtött, és kövekkel győzte le a nagy Góliátot. Ezek a gyermekek is 13 napra megállították a világban a szovjet tankokat, és 13 napig élvezték a szabadságot. Mindenki bátor volt, a nagyapák sírtak, hogy az unokák ilyet mernek tenni, hogy kiállnak a magyar hazáért, és életüket adják. Vajon mi itt mit teszünk a hazáért? Tudjuk jól, hogy 56 azért következett be, mert a mi nagyszüleink, dédnagyszüleink évtizedeken át egy olyan sztálinista, terrorizált világban éltek, amit már nem lehetett tovább fokozni. Ahol a félelem olyan nagy urrá vált mindenkin, hogy nem lehetett az igazságot kimondani, ezért ebből már elég lett. Ezért a bátorság elérkezett közéjük. De nem egyedül tették azt, amit tettek. Hittel tették, ahogy Dávid is tette. Jól tudjuk, hogy ott, amikor Pesten a tankok lőttek, és házak dőltek, akkor a magyar nép ezt büszkén viselte. Az összetört kirakatokból nem tűnt el az aranyaklánc, a boltokból nem tűnt el a hús vagy a tej, mert nem ez érdekelte a magyarokat. Ennél drágább volt nekik a szabadság. Az a szabadság, ami nem rendetlenséget, nem káoszt, nem törvénytelenséget jelent, mint ma sokszor, ahogy értelmezik a fiataljaink, hogy bármit megtehetsz, nem. A szabadság a törvényt jelenti, hogy megtartom, addig merészkedek, míg a másikat nem sértem bele. Az én igazam akkor igaz, ha a másikat ezzel felemelem, ha teszek valami jót és szépet. Adjanak nekünk ezek a bátor hősök erőt itt,
a 21. században, merítsünk belőlük, hogy hogyan kell élni a hazáért. Olyan rossz dolog az, amikor hívom a tanítványaimat, hogy jöjjenek ünnepelni, és annyi kifogás zúdul rám. Mindenkinek sok dolga van. Milyen jó, hogy szabad hazában teheti ezt. Csak felérje az a család ésszel, hogy másképp is alakulhatott volna az élet. Akkor nem biztos, hogy ezt mondanánk. A tisztelet kijár nekik. Nagyon sokan csak az utcán mentek, gyerekek voltak, és csak úgy zúdult egy sor tűz, és belehaltak. Nem tehettek róla, de megcsinálták a forradalmat. Október 23. Nekünk magyaroknak kettős ünnepet jelent, hiszen 1989-ben a Magyar Köztársaságot kiáltották ki a napon. Mikor az orosz tankok távoztak, végre szabaddá vált kimondani, hogy szabadok lettünk. És ahogyan hallottuk a versben, mindenki a himnuszt énekelte. Zengtek a városokban a himnuszok, úgy meneteltek az emberek az utcákon, mert eddig az se lehetett. Ez az igazi szabadság, hogy megélem magyarságomat. Fölkarolom azokat az értékeket, amit ránk hagytak az elődeink, és azt akarom, hogy ebben éljenek majd az utódaink. Október 23. Fiatal ünnep vagy. Nem, hogy ünnepelni nem lehetett sokáig, hanem még beszélni se róla. Aki ma követte az országos médiában az ünnepi eseményeket, voltak megszólalók, akik akkor voltak középiskolások, és most merték csak elmondani a kamerának, hogy akkor mit éltek ők meg igazán. És ott is mutatta a kamera, hogy annak a 80 éves bácsinak remeg még most is tőle a keze, és ott van a könny a szemében. Vajon nekünk mi van a szívünkben irántuk? Kívánom mindenkinek, hogy ezt a fiatal ünnepet ne feledj el soha. Adja át gyermekeinek, unokáinak, szomszédainak, hogy együtt ünnepelni ezt az ünnepet a legfontosabb. Mert ha másképp történt volna, akkor lehet, hogy mi sem állnánk itt. Most kérek mindenkit, hogy tiszteljük meg ezeket a hősöket, és helyezzük el az 56-os kopjafáknál koszorúinkat, mécseseinket és virágainkat. Megtartották a második szeri vízválasztó fesztivált, ahol előadást tartott Dedák Dalma. Az előadás második részét tekinthetik meg a következőkben. De bocsánat, most egy kicsikét előrébb megyek. Vetettem egy képet arról, hogy hogyan működik ez az üvegház hatású gázeffektus, meg hogyan működik maga az üvegház hatás, mert azt tapasztaltam, hogy ebben is sokszor vannak félreértések. Ugye melegedik a rendszer természetesen a napsugárzásától. A napsugárzását elnyeli a föld felszín, és az infravörös sugárzás formájában, amit mi hőnek nevezünk, hőnek érzékelünk, a földfelszín visszaveri ezt a sugárzást, illetve kisugározza a napnak az energiáját, és szépen ennek egy része távozik a világűrbe. Az üvegház hatás azt csinálja, hogy a napsugárzás az beérkezik szintén a földfelszínre ugyanúgy akadálytalanul, viszont az infravörös sugárzás, az egy más hullámhosszú sugárzás, azt visszaveri a légkör. És elnézést, hogyha ez ilyen általános iskolás tudás, nem tudom, mit tanítanak most az iskolában, de azért hoztam be ezt az ábrát, mert szeretném azt érzékeltetni,
hogy itt egy csomó energia benn marad a rendszerben. És ez az energia, ezzel történik valami, és mi történik ezzel az energiával? Ezt bizony a légkör szépen felveszi. És ez, hogy felveszi a légkör, ez mit indít el? Elindít egy ilyen párolgást, kicsapódást, elindít egy sokkal intenzívebb körforgást. Ugyanis a víz körforgás az, ami fenntartja a tájnak a működését. Így tanuljuk az iskolában, ugye, hogy jön a meleg, felszáll a pára, felhő lesz belőle, abból lesz csapadék, és akkor minden tök jó. Én ezt utálom, méghozzá azért, mert a vízkörforgás az ennél jóval bonyolultabb rendszer. Ugye valóban van egy párolgás, felkerül a légkörbe, van kicsapódás, minden. Nézzük először is azt, hogy mi történik a lehulló csapadékkal. Egyrészt ugye hó formájában hull le, aztán másrészt szépen beszivárog egy része a talajba, egy része még mélyebbre beszivárog a felszín alatti vizekbe, többféle irányba elindul egy áramlási rendszer, lefolyik a felszínen is természetesen, és ebből, ami a felszínen, illetve felszín közelben marad, tehát ami a talajnedvesség, illetve a felszíni víz, az képes a továbbiakban újból párologni, újból felhőt képezni, újból lehullani csapadék formájában. A probléma az az, hogy ugye becsapdáztunk egy csomó energiát a rendszerbe, és ez a vízkörforgás, ez valami irgalmatlan módon begyorsult. És ezt mindjárt lefordítom ezt az ábrát. Ugye a párolgást a különböző hőhullámok és különböző energiák, akár még az éjszakai melegek is sokkal intenzívebbé tették. Sokkal többet párologtat a talaj a talaj nedvességéből. Ugye a talaj a legjobb víztároló közeg, az a probléma vele, hogy abból bizony azért az evaporáció révén jó sok víz fel tud párologni. Most az egy másik kérdés, hogy ez probléma-e, de majd mindjárt erre is visszatérünk. Aztán a növényzet is rengeteg vizet párologtat. Mi ugye olyan növényeket szeretünk termeszteni, amik vízigényesek. Erről a Tölgyesi Csabának az előadásában nagyon sok szó esett. És ezt is a növények párologtatása is sokkal intenzívebbé válik. Ugye a felszíni párolgás is nyilvánvalóan intenzívebbé válik, a fölmelegedett földfelszín párologtatása is intenzívebbé válik, és ez a rengeteg vízpára, ez hogyha feljut a légkörbe, ez nagyon intenzív zivatarfelhőket tud csinálni, főleg így nyári időszakban, és nagyon szélsőséges módon, térben és időben teljesen kiszámíthatatlan módon csap le. Azok a klímaábrák, amiket körbeadtak, azok tökéletesen jól mutatják azt, hogy elkezdtünk a szélsőségek irányába menni. A szélsőségek irányába az azt jelenti, hogy nagyon rövid idő alatt nagyon sok csapadék lehull, és nagyon hosszú aszályos időszakokra számíthatunk utána. Ez azt eredményezi, hogy a felszín alatti vízbázis, ez a rendszer, amiből tulajdonképpen a tartalékainkat nyerhetnénk, ez folyamatosan fogy, és folyamatosan süllyed a felszín alatti vizeknek a szintje. Az intenzív csapadék események azok a beszivárgást is hátráltatják. És ami még szintén probléma, hogy nincsen hó. Amit a Péter is mondott, hogy októberben leesett az eső, és akkor tavaszig nem lehetett biciklizni. Ebbe belejátszik az, hogy hideg volt, sok csapadék volt, nedves volt a légkör, nem tudott úgy párologni. Most már száraz légtömegek jönnek, nincsen hótakaró, nincs ami a párolgást akadályozza télen, és nincsen hóolvadék, ami szépen lassan segítené a víz beszivárgását a felszín alá. És szépen, ahogy változik a klímánk, ugye a növekvő párolgás és a csökkenő beszivárgás, ezeket a készleteinket, amik a föld alatt vannak, ezeket jó alaposan lecsökkentik.
És mi erre jó, rásegítünk még azzal, hogy rengeteg vizet használunk kutakból, rengeteg vízigényes növényt telepítünk, ami szintén növeli azt, hogy ez a probléma még inkább fokozódjon. Úgyhogy plagizáltam itt a Péter előadásából, mert nem a Balogh, hanem a Kajner Péter előadásából, ami bemutatja azt, hogy a csapadékos napok száma hogyan változott, és a leghosszabb száraz időszakok száma hogyan változott. A most ez a változás, ez ugye fordítottan arányos, értelemszerűen minél kevesebb a csapadékos nap, annál hosszabb száraz időszakok vannak. Na most ez azt is jelenti, hogy annál intenzívebb párolgás van, annál több idő van párologni, és annál kevesebb idő van beszivárogni. A hosszú áztató esők egyre ritkábbak manapság. Ezt mindenki tapasztalja. Ha ezen a térképen azt kellene látni, hogy a... Elnézést. Azt kellene látni, hogy a vízmérleg, tehát a párolgás és a csapadék aránya hogyan viszonyul egymáshoz, és bizony, minél pirosabb egy terület, annál nagyobb probléma van ezzel, annál jobban párolok. Úgyhogy, ha meg kell nevezni egyébként egyetlen olyan problémát, ami mindenképpen változtatni kellene, az bizony a felszín alatti vízeknek a csökkenésének a problémája lenne, és ez visszahat a felszíni vizekre is. Mutatom is mindjárt, hogy hogyan, de még egy térképen szeretném bemutatni, hogy a felszín alatti vizek süllyedése a piros területeken a leginkább problémás. Egyébként itt is, csak a térkép szerkesztési problémák miatt ez annyira nem mutatkozik. És akkor nézzük meg, hogy hogyan működik ez a bizonyos táj, és akkor hogyan kerül a víz a tájba. Ugye, sokaknak ismerős lehet ez a vidék, ez a Kiskunságnak a nyugati oldala. Vágtunk egy szelvényt a Kolontó-Kelemen-szék irányába. Ugye látjuk azt szépen, hogy a Dunavölgyi főcsatorna milyen szépen, és a, most nem teszem be a neve, mindegy, valaki tudja, akkor kiabálja be, milyen szépen bemélyed itt nekünk, milyen szépen bemélyed itt a Kolontó-medre, a Kelemen-szék medre, ami ugye egy szikes tó, szó is volt itt a szikesekről, és árnyalnám egy kicsit majd a képet. És itt láthatjuk a Duna medrét. Tehát ez a szelvény, ez tulajdonképpen fölvisz minket a homokhátság tetejére, az Orgoványi Ágasegyházi réteg irányába. És ha kiegészítjük ezt, hogy hogy néz ki ez a táj a felszín alatt, akkor láthatjuk, hogy nem folyamatos rétegeket látunk, amik elszeparálnák a különböző víztartó és vízfogó területeket a föld alatt, hanem látunk egy nagy homokos összetet, látunk vízfogó kőzeteket, amik nem akadályozzák, csak lassítják a víznek az áramlását a felszín alatt, láthatunk kavicsot, ami az egyik legjobb víztartó kőzet, és láthatunk negyed és harmad időszaki üledékeket, amiknek már a mintázata, hát szerintem nem látszik, de mindegy, az már egy kicsikét hasonlít arra az üledékes rendszerre, amit az általános iskolai tankönyvekben mutatnak, de ezek is ugyanolyan vízfogó és víztartó kőzetek, mint itt, és tele vannak repedésekkel, tehát ezeken keresztül is áramlik a víz. Hogyha berajzoljuk a víznek a helyét erre a térképre, akkor itt van a felszín alatti víz legfelsőbb szintje, amit ugye talajvíztükörnek is nevezünk, és láthatjuk azt, hogy a Kolontóba tulajdonképpen a homokhátság tetejéről hulló csapadék szivárog be a felszín alá. Ez adja meg a Kolontónak a vízszintjét, és nem tudom mennyire látszik, de vannak nekünk mélységi feláramlásaink is, itt a Kelemen-szék környékén, ezek világos kék nyilak lennének, ami pedig gyönyörűen mutatja azt, hogy a szikes víz
hogyan jön föl a felszín alól. És azért mondom, hogy árnyalnám itt azért, ami szóba került, hogy az csak bepárlódik. Azért ez nem így van. Vannak sóban gazdag mélységi vizeink, amik szépen feláramlanak és keverednek az édesvízzel, és nagyon nagy problémákat fog okozni, hogyha az édesvízi ellátórendszerbe beleavatkozunk. Ugyanis mi van akkor, hogyha megnézzük azt, hogy a jelenlegi tendenciák mentén hogyan változik a homokhátságnak felszín alatti vízszintje. Hát a talajvíztükör az ugye alaposan leesett. Mi történt? Ha visszamegyünk ide, bocsánat, ide, akkor láthatjuk, hogy ezek a csatornák, ezek egyébként itt lasszul bevágódnak a felszín alatti víztükörbe, viszik a szikes meg az édesvizet is. Láthatjuk azt is, hogy a kolontón kívül nincsen párologtató felület, ez pedig egy teljesen természetes élőhely. Itt viszont az történik, hogy a kolontó már nem kap vizet a homokhátság tetejéről. Az egész rendszer lezökken. Itt egy jelentős szikesedés jelenik meg, mert a felszín alatti feláramlások azok nem csökkennek, azoknak a mértéke ugyanannyi. Jóval szikesebbé válik ezen a területen a víz, magasabb sótartalmú lesz, kevésbé lesz alkalmas az öntözésre. A csatornák azok értelemszerűen kiszáradnak, a feláramlások miatt a kelemenszék az még nem fog, mert hogy ugye ezek olyan mélységi vizek, amikkel nem tudunk mit kezdeni, tehát hogy ezek jönnek, ha akarjuk, ha nem, ha lecsapoljuk, ha nem. Ugye a Dunának a víz, a medre is folyamatosan süllyed, de ott is meg fog jelenni az a probléma, hogy még több szikes vizet kap. És bizony ezt a rendszert, ezt az áramlási rendszert, amit az előbb itt ezekkel a szép sötétkék nyilakkal jelöltünk, hát ezt gyakorlatilag kinyírtuk. És a kolontó mostani állapota, akár az ezévi, akár a tavalyi évi állapota, bizony azt igazolja, hogy ezek a szcenáriók, amiket egyébként Mádolné dr. Szőnyi Juditék dolgoztak ki, ők kutatták ki a vízáramlási rendszereket és azt, hogy milyen irányba fognak ezek változni. Ezek bizony beigazolódni látszanak, úgyhogy én nagyon szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ha vizet akarunk tárolni, akkor érdemes lenne ebben a rendszerben tárolni először is, nem pedig ilyen mélyedésekben. De ahhoz, hogy ilyen mélyedésekben letároljuk a vizet, ahhoz az olyan területeken kellene beszivárogtatni, mint az egykori orgoványi rétek, ahonnan szépen áramlási rendszerek segítségével a felszínen is meg fog jelenni majd a víz. És a felszínt fogja gazdagítani az édesvíz, és a felszíni élőhelyeket is. Úgyhogy ez lenne az egyik olyan tévhit, amit szerettem volna elmondani. Ötven éves évfordulójukat ünnepelte a Kistelki Citara zenekar. A születésnap alkalmából rendezték meg a Kistelki Népzenei Találkozót. A citerás találkozón fellépett a Váraszói Gyöngyvirág Citara zenekar is.